Jó reggelt, sziasztok! Itt vagyok újra a Partridge Lake Fisheriesnél. Megjött az első dévérem, rakós botta horgászom. Itt van a szárba. Ő az első halam. Vissza is engedtem. Itt van még a csali, két szem csonti volt. Egy pár szót beszélnék az előkészületeknél. Ezt etetőanyagot kevertem a mára, illetve szokásos Andy Finley két műspeltet ízesítettem meg. Viszont itt nagyon észnél kell lenni, mert nagyon sokan vannak a tavon, vasárnapi nap van, ráadásul ilyenkor versenynap is van. Ezen a tavon nincsen verseny. De nagyon sokan ülnek itt, és nagyon sokaknál láttam ezt az Andy Finley pelletet. Ezért egy kicsit megkombináltam a dolgokat. Csináltam egy olyat, hogy így néz ki. Láthatjátok, hogy teljesen eltér ettől a hagyományostól. De miért? A megkeverésnél ebből a spicy sausage, tehát egy fűszeres kolbászos pelletből tettem bele pár szemet, együtt áztattam be őket. Továbbá adtam még hozzá fűszeres aromát is. És ezzel értem el ezt a sötétebb színt és ezt a brutál fűszeres illatot. Ehhez Scopex-es aromát tettem. Szeretném a kisebb halakat amennyibe lehet elkerülni. Így néz ki a bekevert a tetőanyag. Egy nagyon picit citromos illatot érzek neki. Egyébként egy nagyon kellemes állagú etetőanyag, nem ragad rá kezemre, mint az ilyen olcsóbb etetőanyag szoktak, az le se bírod mosni. Ez egy tökéletes etetőanyag, nem rostáltam át, most nem féderezni kell, nem baj, hogyha vannak benne ilyen kisebb kis darabkák. Viszont azt tapasztaltam, hogy ilyen pici gombosztot gyúrok bele a etető csészébe. Körülbelül ilyen másfeles vizem van. Itt van a... ezt a topszetemet használom. Ebben nagyon finom gumi van. Aztán... van rajta egy 0,2 g-os úszó. És egy nagyon egyszerű súlyozás. Nagyon apró súlyokkal. Illetve egy icipicike kis horog, és egyre két szem csontra horgászom, tehát. Thank you.